Na, sziasztok! Visszatértem, második rész, fasza! Végre második rész. Egyébként a résznek a neveit, azt alapjában véve izéről fogom megadni, a játéknak a pályájának a címéről, szóval. És kb. Úgy 20 részre kell számítani egyébként a játékból, szóval, ja, lesznek részek. De mondjuk itt elején úgy kb. 30 perces részek lesznek, még a végénél úgy kb. 10-valahány percesek. Szóval bőven változni fog ez a pár perc dolog. Egyébként ez a csaj nagyon jól néz ki, mondtam, mert szóval szexi. Már bocsánat, de nem tudom, nekem bejön. Én kérek elnézést, azért van most valami így a levegőben. Ami folytogat? Nem tudom. Közben egyébként magyarázom így a történetet, szóval Dante-nek rá kell jönni, hogy kicsoda, mire emlékszik, mire kell emlékeznie. Ja, és az azért alakult meg, ami igaziként a terrorista szervezetnek a fejével fogunk beszélgetni, aki ott áll, és mondjuk ki, fehér a haja. Na, vele kell beszélgetnünk. Dante, it really is you? Lám a Jézuska. You don't remember me. No. Hát hogyan jó büdös fenébe emlékezne rád? Most találkozik vele, ez biztos először. Pedig igazából egy nagyon-nagyon fontos kötelék van köztetek, csak nem tudjátok. Kivéve egyébként az emberkel, akitnek nem szeretném lelőni a nevét, mert egyébként mindjárt mondja. Inni fogok egyébként közben. Your past has been hidden from you for a reason. Rewind a bit. Who are you again? My name is Virgil. I established the order to help find a way to fight the demons. Besides swords and bullets, you mean? Such weapons can win battles, but not the war. We use force, yes, but we also use intelligence, politics, propaganda. You really believe you can make a dent? Nem szeretnék beszélni, mert make a dent? With the two of us working together? I believe that we can defeat them. So that's what this is about. You need me to fight the demons, help you save the world. What else were you planning on doing with your life? You guys do seem really nice, but more of a loner type. Trust issues, work alone, that kind of thing. Dante, I don't think you understand what is at stake. If you want to leave. Az élete kockám van. Nem tudom, most eszembe jutott egyébként GLaDOS-nak a videója. Nem tudom, hogy ismeritek GLaDOS 200. Fú, most én nem... Nekem nem jut eszembe a neve, na várjatok, megnézem. Jó van. Na egyszerűen nincsen net. Fuck the shit out now. Az a gond, hogy egyszerűen nincsen net. Ki van kapcsolva egyébként? Korra reggel van... Korra reggel... Inkább hajnal, mondjuk azt. 3 lehet, vagy 4, vagy 5, inkább estét mondok. És úgy. Nem tudom, hajnal vagy este, faszom, fuck that shit. Na. Nagyszerű. Jó hajnalt kívánok mindenkre, nem tudom most mit kéne mondanom. Jaj. Fú. Akkor besétál, hogy sziasztok. This was your home. Király. Na, Catről mit kell tudni? Mert egyébként ő Cat, Assassin's Creed csaj. Azon kívül, hogy dögös, eléggé érdekes dolgokat tudunk meg majd a egész játék alatt meg róla, szóval figyeljetek rá. Smell too good. What's in the can? A compound I created based on an old Wiccan recipe. Sea salt, shark oil, iron shavings, desiccated squirrel semen, wolf hair. Good stuff.
Az úgy jó. The house holds secrets. I found mine. Now it's your turn. I'll get back. We'll take care of that. Just be careful. You can get rough in there. I like it rough. Jó van. De megint Dante menősködik. Ez tipikus, tipikus férfi, tudjátok. Én is szoktam mondjuk menőzni. De én ritkában ennyire fényezni magam, meg ilyesmi. Meg annyi a menő én sem vagyok. Na, de remélhetőleg ezt a részt is elég gyorsan meg tudom majd csinálni. Az első rész egyébként hamar vége lett. Én valahogy úgy számítottam, hogy úgy kb. 40 perces vagy. Annál több lesz. De hát eléggé hamar megcsináltam, fiaim. Na, lányaim, fiaim, kezdjük a játékot, kém. És egyszerűen belaggoltam. Igen, ennél a résznél valami belaggol a játék, nem tudom miért. Rohadt kevés lesz írta így FPS. Van egy ilyen... Ott falon... Ott, és ott... Meg ott... Show me your secrets. Mutasd a titkaid. Egyébként most egy másik játékot is fogok ezzel együtt vinni, ha jól tudom. Meglátjátok mi az, mert nagyon jó játék, ezt tudom én is. Én is ajánlom, csak annak már három része van. Jaj, de arrébb jövök is folyik, ezt így leszedem. Úgy. Titta. Azért... Dante, a célzás tudományod valami elképesztő. Ilyen kulcsokat lehet összeszedni a játékba. Úgy tehetőállva, részkulcs. Dante képes kinyitni vele a rézajtókat. De a rézajtókat képes kinyitni vele, egyébként 21 kulcs van a játékban. 21, gyerekek! A 21 kulcsot ilyen nehéz megtalálni azért úgy. Az úgy jó lenne, de nem. Írtó nehéz egyébként megtalálni, szóval több órás keresésre gondoljatok. Igen, direkt megyek így, gyorsabb. Lefejlesztek, de én most nem fejlesztem, mert nincs a fejlesztői való tárgyam. Ide kell majd egy tárgy, és akkor ezt ki lehet nyitni, ugyebár újra vissza lehet térni ugyebár előző pályákra. Amit én majd lehet, hogy eszközölni fogok a későbbiekben, hogy több életem legyen, de lehet, hogy nem. Majd meglátjuk, mert kell a tárhely. Amit egyébként elméletileg ott mutat, de abban nem vagyok biztos. Na, Dante erről helyre emlékszik. Az a lényeg. Valaki van rajta a képem. Nem tudjuk ki, de van rajta. Az a lényeg. Sparda az a neve. Sparda? Vagy be ezt mondták, és ő az apja, elméletileg. Jaj, kezdődjék át a buli. Jaj. De happiness-ek leszünk, halállovag. Erről annyit kell tudni, hogy egy pajzsot cipel konkrétan magával, amit nem lehet átütni. Kemény legény, kemény legény. Jaj. Áj. Az a gond, hogy eléggé nehéz ezt a rohadékot legyőzni. Két dolggal lehet legyőzni. Az egyik az, hogy F gombot nyomogatom non-stop, és akkor ezt csinálja Dante. Amivel így a pajzsot kicsit följebb üti, és egyszerűen lesz sebezhetőség, én meg nekem csak most jutott eszembe. De okos vagyok én is. Na, ő Sparda, más néven tőle kapunk valamit, mert világít az a
kis rész. A Limbusban egyébként egyszerűen egy új fegyver, ami nem más, mint egy pörölj. Na, pörköljünk oda. Most apám büszke lenne rám. Főleg használom a fegyverét. Új fegyver feloldva. Arbiter. Ez földön és levegőben is használható. Csak más kombójuk. Földön és levegőnek is. Igen. Ja. Vannak? What? Igen, a gyengesége ennek a fegyvernek az, hogy rohadt nehéz. Szóval, hogy védekezést azt úgy felejtsétek el, ha ezzel a fegyverrel vagytok egy jó ideig. Mert miután támadtok, akkor egyszerűen rohadt nehéz ugyebár a fegyver, és hát mondjuk ki őszintén, kurva lassúak lettünk tőle. Szóval eltöltük a pajzsát, akkor egyből azt javaslom, hogy támadjátok meg sima karddal, mert ez egyik legjobb ötlet ilyen ellenfelek ellen. Ha a kombóz ne akartok, akkor használjátok nagy szeretettel mindet, mindegyik fegyvert. Ott egy lélek. Na, azt felvesszük. A nagy francokat nem bírjuk felvenni, mert tök mindegy, nem bírok oda át, egyébként is van egy lélek. Csak ezt rohadt nehéz felvenni, mert nem mondtuk, lecsúszunk. Na, felsikerült, akkor én tetszem. Kecce. Na, ezt is felveszem. Na, itt megint lehet aktiválni a képességünket, csak nem most. Na. Meg, ha jól tudom, valahol majd ilyen fönti helyeken is lehet talán dolgokat, szóval figyeljünk oda. Ott is van egy titkos hely. Csak úgy elmondom. Rengeteg itt van a játékban a titkos hely, nem tudom. Igen. Jaj, hú, de más, de hogy csak egy ütés kellett neki. Na, videó. Rengeteg lesz a videó. Igen. Dante. Did I hear that right? Át lehet törni itt a dolgokat. Igen, megint egy titkos hely, ezt is ide is el lehet jönni majd. Jaj, tök happy vagyok. Happy most. Azért Dante tudja a király kombókat. Gyorsan fogok végezni egyébként ezekkel a harcokkal is, nagyszerűen ebben a részben nagy csomó videó lesz, szóval videót fogtok látni rengeteget. Meg járkálást. És rengeteg cucc van egyébként ezzel a pályán, majd minden megmutatom mennyi, mert ti nem tudjátok. Vagy lehet, hogy tudjátok, aki látta előző részt, az tudja, most föl voltak sorolva egyébként, hogy milyen dolgok vannak a pályán. Na. Csá. Mizu. Nem mondasz semmit. Zöld csát a krémlevessel, vagy valami. Nem?
kusolja. ez a kőszobor. Ez nem tudom egyébként, erre nem jöttem rá, hogy ez mit ábrázolhat? Gondolkoztam, hogy Dante apját, mert tudom, hogy Spárdát, de nem biztos. Mert nem vő benne biztos. De rossz. Álmodok? Hát, majd meglátjuk. Dante új dolgot kap. Egy karmot, vagy egy horgot, ahogy tetszik, inkább egy horogot nevezem. Új képesség feloldva, ott jön démon horog. Oké. Egyébként nagyon érdekesen néz ki, mint mondjuk ez a horog, és eléggé hasznos. Mert ellenfeleket közel tudunk húzni, leginkább húzásra alkalmazzuk egyébként ezt a horgot, leginkább. Majd lesz úgy három vagy két olyan rész, amikor húzásra alkalmazzuk. De az kettő olyan rész lesz. Úgy három. Nem tudom most így hirtelen. Szóval például ez az egyik olyan rész, amikor húzásra használjuk. Mondjuk, de... Na mindegy, akkor is megyünk tovább. Repülj! Hello! Úgy, ne! Király! Mehetünk tovább. Te bóckodhatok velük nyugodtan. Mert egyébként elég még könnyű, de a végénél sem ilyen nagyon nehéz. Szóval... What now? Szét tudod. Ami így megvan repedezve, azt szét lehet törni ezeket. Hogy megjelölik, hogy mit lehet széttörni. Nem kell keresgetni. És piros és a kék eléggé föltűnő szín egyébként ebbe a világba. Szóval így vázni is. Az egész. Itt távolul ki lehet szúrni a feltűnt, mert úgy kb. Mint mondtam hajnalban. Csillagkap. Nem tudom, egy kicsit ilyen hasonlít rá. Ezért valljuk be. Nem tudom, ebben a részben mennyi videó lesz? Hát az van borzalmasan sok. Itt lehet egyébként ajtókat kinyitni. Ugyebár mondtam, hogy megmutatok egy ilyen dolgot. Most megmutatok. Megmutatom ezt az egyet. Rész egyszerű írtás. Öl meg minden ellenséget adott idő alatt. Igen. Ennyi. Hoppa. Jaj! Annyira tudtam. Tészta. Ja, nem? Akkor tiszta. Ez volt még egyébként a legkönnyebbek közül egyik. Na, ilyenből 4 darabot összegyűjtünk. Ez a életkristály töredékből. Akkor kapunk egy keresztet, ami Dante életét növeli. Egy ilyen csíkkal. Amiből hiányzik nekem most egy fél. Na, viszonyunk akkor alapjávival adott szintre. És megyünk tovább ugye. Bár a pályán. Kicsó. Beszaladtam egy perc. Na. Elfelejtettem. Na látjátok? Még sem jegyeztem meg mindent, pedig nemrég játszottam ki a játékot, és tök nagy élvezet volt. Na, itt is például húzni kellett. De egyébként ritkán kell odahúzni magunkat, szóval, ha így nézzük. Tárgyakhoz, ez a pirossal. Oké, nem tudjuk mi az, de most megnézzük. Ops! Kicsit a környezet változik.
stop him. Köszi. Oké, pajzsos pathosz. Igen, de pajzson is egy nagy rohadék, szóval ajánlom eztet. Minden ki fog derülni. Szóval ne izguljatok, gyerekek. Mert én szeretem a peret. Emellettem most már tudok fejleszteni egyet. Fejlesztések. Mit fejlesztek? Kardot. És tudjátok mit? A fullánkot. Ezt. Úgy. Miért fejlesztettem a fullánkot? Mert ilyet tudok. Azért ez király. Na itt is meg lehet törni ezt a izét. Csak ezek szerzünk meg a új dolgainkat. Na, igen, ez anyukád. Egyébként elmondom, hogy a apukája egy démon volt, anyukája meg egy angyal. Szóval azok az emlékeket is tök jó ábrázolja egyébként, ilyen régi filmes. Hát, én is ezt mondom. Nem hagynak kibontakozni, ha miért? Haladó tipp, védelem, törő. Igen, vannak ilyen haladó tippek. Hasznosak néha azért. Mit is csinál? Ja, igen. Azt. Tökélet, nem? Anyánktól kapunk valamit, ami egy írtó jó fegyver. Na, mikor egyébként haverommal beszélgettem, Gergővel, ugyebár ő már volt egy tornámon, és már végigjátottam vele egy játékot is. Na, vele én játszottam ezzel a játékkal, ő meg mással, és vele beszélgettem, és akkor mondtam, hogy anyámtól kaptam egy kaszát. Na, hát akkor kaszáljunk, gyerekek, kaszáljunk. Új fegyver feloldva, Osiris. És ennek a legszebb a neve szerintem, elmondom, nekem ez tetszik a legjobban. Ez területsebzés. Nehéz használni, már előre elmondom, szóval. Írtósokat használod, de rohadt keveset sebez. Na, Osirisnek van egy olyan különleges képesség, hogy nagyon gyorsan föl tud töltődni, és egy ilyen erősebb támadásokat tud csinálni. Ennyi. Eléggé egy vadfegyver, mint a mondja. Az is spengéje, de eléggé jó is. Mikor csillog, akkor a legerősebb, szóval. De a játékban a space gomba lehet ezt előhozni, mikor támadunk. Igen, ezt már egyébként ki lehet nyitni, szóval nyissuk ki. Mi lehet itt? Mi lehet a egyes ajtó mögött? A izé fölött van. Na. Mi is az? A... Itt az ajtó fölött. Hát te! Egyébként, ha 45 összegyűjtünk még egy achievement, szóval... Ezt ugye elmondom, mert páran gondolkoztatok, hogy úristen, miért lehet itt achievementet kapni. Tisztító. Ez ugye be erősíti a... Földön lévő képességeket. A jó, nem. Milyen nem erősít. Itt erősít. Vannak itt jó fegyverek, meg jó képességek, szóval érdemes fejlesztetni, elmondom. Oké. Arra kell menni. Jó. Itt még nem lesz olyan túl sok ugrálós rész, de majd későbbiekben mennyi lesz, gyerekek? Hát majd meg sem tudjátok számolni, annyi lesz. Lesz egy olyan pálya, ami konkrétan arra lesz kiegyezve, hogy ugrálós rész.
olyan is, olyan pálya is van, ami eléggé, hát hogy is mondjam, nem csak hogy ugrálós része, kicsit ilyen slow motion rész. Oda nem lehet átugrani, oda majd egy későbbi képességgel lehet átugrani. Nem akarom lelőni a poénokat, hogy milyen képességek kapok, szóval örüljetek neki. Mert ha elmondanám, eléggé szemétnek mondanátok. Egy kék rózsa. Ami anyánk képe volt, az igazából zöld rózsa volt egyébként azon, ha visszaemlékeztek. De itt egy kék rózsát látunk, és a kép is eredetileg kék rózsa volt, csak eredetileg zöld rózsát akartak, de kék lett helyette. Akár ilyen hihetetlen. Oké. Okay. Még egyszer itt vagyunk. Ez a gyönyörű, szép helyen. Jaj. És egyébként ez miatt lesz hosszú ez a videó. Csak ez miatt. Mert vannak ezek a részek, amik ilyen... Hogy fogalmazzak? Amik rendkívül elveszik az egésznek a idejét. Szóval ezek az átvezető videók fogják egyébként nagyon kitölteni ezt a videót. Meg a beszédem. Új fegyver. Mondhatni. Új segítőtárs. Ezt nem tudom elsőre kimondani, majd kimondom valahogy. De megpróbálkozok vele. Na mi is ennek a neve? Új képesség feloldva. Opion. Ő angyal el... Angyal... Lengés. Angyal lengés. Egyébként alapjában véve oda húzom konkrétan magamat a adott tárgyhoz. Ez a játékban egyébként hasznos lesz. Platform elemek egyébként nagyon támaszkodik a játék, és ezt... Hát elén még így videóban is lehet látni, hogy nagyon nem lehet könnyen megszokni. De azért a játék hagyja, hogy megszokjad. Szóval bőven van időt, hogy megszokd. Ja, és természetesen ellenségeknél is működik ez a dolog. Szóval húzni, tolni mindent látjuk. Úgy ne. Hangkínozzam meg. Ups. Igen, azért tök jó szerintem. Na, ha ezt rosszul csináljátok, konkrétan erről is lehet esni. Szóval nem kell nyomni nonstop előre gombat, higgyetek nekem, mikor ugráltok. Ez miatt nekem az első kb. 30 próbálkozásomból sikerült néha kell. Na, úgy, az de szépen ledőlt. Hát nem tudom, mit szabadítasz fel, de Dante, ezt neked kell tudnod. Neked? Neked? Én nem tudom. Én nem bírtam rájönni. De, az mint anyám lett volna, de nem. Mikor beszélek egyébként, kiszállodok eléggé hamar, szóval iszok. Ez pajzsos báthoz. Na. A lényeg annyi, hogy vissza lehet lőni egyébként ellenflekre, ugyebár ezeket a dolgokat. Haladók itt, ugyebár. Oké, okay, köszönöm. Itt mindet lehet csapadni egyszerre. Sziasztok! Na, hát akkor területsebzés, gyerekek, mert kell. Sziána! Ezért jó ez a képesség, csak ezért, mert területsebzés.
What? Most hirtelen lecsökkent a FPS-em. Keci. Pont egy utolsó pillanatban így neki vágom a fegyveremet, és az ról visszapattan az ő fegyvere. És megint ilyen videó. Rengeteg videó lesz, szóval. Érdekes lesz. Na, végre vissza tudok emlékezni. Oké. Okay. Úgy látszik, van ott még valaki. Egy gyerek. Na, végre emlékszik Dante teljesen. Igen, egy fehérhajú testvéred. De vajon ki lehet ez a fehérhajú testvér? Annak tökre örülhetsz, hogy a démokrátok találtak. Ez is egy nagyon jó képlet szerintem. Egyébként ezek a megrajzolt dolgok nagyon tetszenek, szóval nagyon meg, jól meg vannak csinálva. Egyszer eltört a kép. Eltört a kép! Hát a kép keret törik el. Vagy a... Nem fogom fölvenni azt a lifebókat, nem járnak el. Úgy. Visszatértem! Remélhetőleg itt vagyok. Köszönöm! Hurrá! You're my brother. Hoppá! Your twin brother. I've been looking for you for a long time now. Our mother gave these to us. Hogy előkapta. I think she knew that this moment would come, that we would find each other. And our father, Sparta, vanished forever. A fate worse than death, they say. He's never coming back. Hoppa. I want to know more. Where we come from, what happened to us. Above all, I want to know who's responsible for all this. Bocsánat, egyébként roppa a nyakam, csak fáj. Egyszerűen beáll egy időre a nyakam. Tudjátok, amikor így egyenesben vagy, és akkor így beáll a nyakad, és akkor próbál mozgatni, és jobbra-balra, és nem megy. No. Eléggé jól csináltam, és most megint beszaggatott valamiért, egyébként csak itt szaggat be legtöbbször, nem tudom miért. Ez KBC, hát jó. Ez nem rossz. Akkor kapok egy eset. No. Kettő ízét kaptam, rabist mondták. Oké. Akkor volt. Fejlesztések. Oké, nézzük a fejlesztéseket. A lövésemet megint erősítem. Azért is. Itt felfelé. Ízét akarom erősíteni. Na jó, azért is nem szoktam erősíteni, szóval. Jégáram. A full lánkot.
De én így erre akarok most menni, a döfésre. Még több döfést így be lehet vinni, az nagyon jó. Mert ezt is lehet erősíteni, és ezt is, szóval vezeték is van. Ezt mondjuk kevésbé használtam, szóval jobban szálltam a hullánkot. Az még jó is néz ki. Na, köszönöm szépen egyébként a figyelmet, sajtos táska, túlós kifli, minden jó, amit szerettek. Na, ha tetszett a videó, like, ha nem tetszett, dislike, és ha többet akarsz, iratkozz be a csatornámra, lent van a kommentési szekció, más téven ott lent a kis fehér rublikákba tudtok üzeneteket írogatni nekem, és sziasztok, jó, valamit, nem tudom. Na, szóval sziasztok!